Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt a Rollercoaster Tycoon című sorozatunk következő epizódja. Itt vagyunk, és játszunk tovább. És a mai adásra kiderül, hogy sikerül-e a küldetésünk, mert most nagyon izgalmas a dolog. Szeptember közepe tájéken vagyunk a harmadik évnek, és nagyjából így az 1000 fős létszámnak a szélén vagyunk, a határán mozgunk, és hát azért azt nem szeretném elveszteni, hogy az 1000 fő az, azon múljon az egész. Úgyhogy kockázatos a dolog. Most bevetettünk egy kampányt, hogy hát ha összejön a dolog, reményeim szerint össze is jön, és úgy sikerül, ahogy akarom. Ugye, hát ennek a parknak volt igen csak története számunkra, ugye volt egy balesetünk az egyik ilyen hullámvasútunkkal, fa hullámvasútunkkal, és igazából most nem is tudom, hogy a másikra beraktam egy kötelezően azt, hogy 30 percként, vagy illetve sűrűbben nézzék át, nem. Igazából én most azt mondom, hogy én ezt most tartanám is, hogy maradjon 30 percenkénti felügyelet rajta. Ugye a gokártnál ugye már az elején be kellett avatkoznunk, mert már ott éreztem, hogy itt valami nem stimmel. Hamburger Ánus fog érkezni. Igen, az is ugyanilyen alap dolog, mint a bizárus, amit az előző adásban mondtam. Úgyhogy most nem Amerika, pontosabban nem Olaszország, hanem most Amerika az előnyösebb e tekintetben. Megy itt az izgalom rendesen részemről. Annyit tudok csinálni, hogy ezt itt kelletlen ledöntöm. Viszont utat építünk. Tehát a kérdés, hogy hova építjük ezt az utat, tehát itt még nincs létesítmény, és nem is biztos, hogy ebbe az évben, sőt, biztosan mondom, hogy ebbe az évben már nem fogunk kapni oda létesítményt, amit már én ki tudnék most használni. Ez most igazából feleslegesen építettük ide. Vagy azt mondom, hogy de baj, visszacsúsztunk 1040-ről 1025-re. Be kéne vetnünk valamit. Nagyon izgalmas, és most tényleg az, hogy a játékunk közepette történt egy olyan dolog, amire kevésbé gondoltam, egy baleset, lehet, hogy az fogja itt a dolgokat itt átírni. Hú, de izgulok. Nagyon izgulok. És bizony a szellemház meghozta, visszahozta az embereket. Ebben az adásban még egyébként ezzel a térképpel fogunk játszani, tehát nem fogunk újat kezdeni. Nagyon szoros lesz. Mondanám azt, hogy még egyszer belevágnék egy kampányba.
lehet, hogy azt mondanám, hogy inkább a... free food. Hát, vagy pedig inkább azt mondtam, nem ezt, hanem egy bizonyos ride-ra menjen egy hold. Én hajlandó vagyok most egy olyat csinálni, hogy a Roller Coaster 2-be most a következő 6 hétben legyen ingyenes jegy. Hát, ha ez vonz embereket. Bár ez inkább belső embereknek szól ez a dolog, én azt gondolom. Na, meglátjuk. Mit csinálni itt igazából? Ezt mondjuk elvágnám. Szerintem így eljött. Tudod, mit lehet csinálni? Egy felüljárót. Gókárt kiáratának. Jaj, tudom, mit akartam, hát a gókárt kiárata. Hát azt most már én nem fogom most megoldani. Tehát ez most nem... Az most nagyon-nagyon rizikó lenne, ha most én ezt bezárnám, ezt a gókártost. Basszus. 1020 ember, 1020. Hú, de nagyon csisztes lesz. Nagyon csisztes lesz. Még egy boltot fogunk kapni március 1-ével. Hú, ez nagyon csisztes lesz. És ugye azt most innen nem látod te, hogy hányan fognak a most következő pár napban kimenni. Tehát az itt most egy nehézség ebben a játékklubban most. Hogy te most nem látod, hányan fognak kimenni. Ó, viszont itt most jön egyszerre 6 ember, tehát itt most azért lesz egy kis létszámnövelés. Pillanatok alatt most felugrunk 1030 környékére, de lehet, hogy annyi ember megy is el. Hát kb-ra igen, azt kell mondani, hogy kb-ra annyi ember megy is el. Nagy az izgalom. Nagy az izgalom. Mire kell azzal valamit? Ajándékbolt! Igen, csak az már a március 1-ével fog érkezni. Jó. Azt hiszem meg fog kegyelmezni nekünk a játék, mert október vége felé vagyunk, és jönnek, úgyhogy megkegyelmez nekünk a játék. Hú! Izgalmassá sikerült tenni ezt a meccset. Izgalmassá sikerült tenni ezt így. Igen, kénytelen voltam ezt bevállalni, ezt a dolgot, hogy a Roller Coaster 2-be legyenek most ingyen kuponok. És igazából most Mani ügyben belefér, tehát Maniban
abszolút rendben állok, sőt még akár azt is mondanám, hogy a játék elején kapott kölcsönből ki is vissza is fizetek. Hogy az eredményben jó érték legyen, mert ugye a parkvalóe az, ami bekerül. Na, annyira éreztem, hogy megint elromlik a manés. Nagyon-nagyon döglik. Ma van vége. Jó, megvan! Ez megvan most már! 1060-ról nem fognak elmenni annyian! Ez megvan! Jepi! Húhúhú! Ez megvan! Jó van, annyian nem van, nincsenek itt annyian, hogy ezt ne veszítsem el! Nincsenek itt! Nincsenek itt annyian! Köszönjük szépen! Ha-ha-ha! Ez nagyon egyszes volt! Meghallgatjuk a léggömböket, megjött közben az ajándékból, gyorsan meg is veszem. Tudjátok mit, pénz nem számít. Ez az én ajándékom számotokra. Ezt most nem lehetett olyan nagy hangban hallani. Ezt most én meghálálom nektek azzal, hogy ingyen adom a játékot. Ez most maradjunk ennyiben, hogy ezzel én most hálálok nektek. És bezzeg most emelkedik a létszám. Bezzeg most emelkedik a létszám. Ugye azt mondtam, hogy még ebben az adásban végigjátszok ezt a térképet. Mármint úgy értve, hogy még azért megvárjuk, hogy véget érjen ez a mostani adás, tehát időben még ezt játszuk. Mindjárt kiderül, hogy még mit fogunk ebben az adásban kapni. Basszus, bedöglött megint a munkát. De nyilván azért majd a vége felé majd megnézzük, hogy milyen park vár be minket. Következő alkalommal. Minden igaz, akkor a következő adásban azért egy még izgalmasabb park fog várni bennünket. Én azt gondolom, ez a mostani nehézségek, amiket most láthattatok így a mostani meccs során, vagy pálya során, ez azt gondolom, hogy ez a nagyon kockázatos menet, ez annak volt köszönhető, hogy volt egy balesetünk ugye a második felében, ahol ott a második fele környékén, ami nem kellett volna, hogy legyen, és szerintem azon ment el, illetve azon ment el a biztos siker, hogy így fogalmazzam, de hát így is sikerült természetesen, azért ezt tegyük hozzá. De a biztosnak kijelenthető, már a korábban kijelenthető siker az
az akkor volt. Az akkor volt bejelenthető, amikor így már láttam, hogy 1060 főnél már nem lehet lejjebb esni. Még akkor is, ha bezártam volna hirtelen a parkot, akkor is meg lett volna szerintem. Bár így ilyen hosszú játékot nem akartam ezzel elrontani. Hogy kell a játék? Ja, viszik. 16 darab viszik, mint a medvét. Gondolsz arról, hogy ingyen legyen a WC? Hogy innentől kezdve ingyen a WC. Jön a 360 fokos hajóhinta. A nagyobb hajóhinta. Ez ugye 4x1-es mező, és csak egyik irányba tudnak beszállni és kiszállni. Ez egy kicsit rögzített. Megoldásokat tudok rajta. Hát ide tudjuk helyezni a körhinta mellé. Illetve egy kicsit arrébb ide raknám. Hát talán ezt még lehelyezzük ebben az adásban, az biztos. Akkor utána most már viszont majd megnézzük a következő pályát, hogy mi lesz ott a feladatunk. Na, hát már várom a következő parkot. Hát addig foglaljuk össze tényleg. Tehát itt ebben a gokártos parkban, ugye Kart and Coasters volt a pályának a neve, ugye az volt itt a egyediség, hogy ugye két gokárttal és két hullámvasúttal kezdődött a játék. És igazából azzal kezdődött a baj, hogy fel kellett ismerni, hogy a gokártokkal kapcsolatban kell változtatni mindenképpen dolgokat. Ugye az egyik, amit változtatnunk kellett a gokártok kapcsán, mind a kettő esetben, sőt igazából ide még a hullámvasutakat is betenném, hogy mind a három esetében gondok voltak a jegyárral, én azt gondolom. Tehát olyan szinten nagyon drágának éreztem a jegyárakat a mi szinteinkhez képest, hogy azon mindenképpen lejjebb kellett vennem. És a másik probléma a gokártok esetében, ami viszont egyedi, hogy gyakorlatilag a várakozó területek olyan nagyok lettek, hogy egyszerűen nem lehetett tehát nagyon könnyen előfordulhatott az, hogy aki a várakozó elejéig jutott el, az vagy nagyon türelmes volt, vagy ilyesmi, és akkor a másik hiba pedig a másik probléma, amit még fel kellett vennünk a gokártoknál, ami ugye a gokártnak is a sajátja, az pedig az, hogy ennél a pályánál ugye egy kör volt versenyügyben,
az, hát mondjuk, hogy ez nagyjából azért az úgy rendben volt, ellenben a kisebbik gókártnál két kört kell teljesíteni, és annak mind a kettőnek következtében azért akkora nagy sor alakult ki, hogy csodáltam, hogy végig bírták várni azok, akik akkor ugye megváltották a jegyüket a gókártra. Úgyhogy mindegyik esetben egy kicsit változtattunk a várakozó nagyságokon, hogy ne kelljen annyira sokat várniuk, illetve amit még változtattuk az, hogy itt egy kört kell, egy kört szabad csak teljesíteni, és a második kör után, ugye, illetve az első kör után már le is nyitjuk a versenyt. Ennél pedig nincs verseny, hanem végig lehet menni a go-kart kocsival, ugyanaz az izgalom jár, csak nincs verseny. Úgyhogy igazából annyi. 33 játék az úgy rendben van. Belefér a maniba, most ezt kimondom. Na, meg most tényleg nem az számított. Aztán következett a hideg zuhany. Az egyik hullámvasúton fék probléma következtében baleset történt, és bele is halt a teljes kocsi személyzet, tehát 24 emberkém lett oda. És hát innentől kezdve jött a nagy kérdés, hogy vajon sikerül-e. Meg egyébként még azt is hozzá kell tennem a játékhoz kapcsolatosan történetre, hogy gyakorlatilag egy adás elment arra, hogy megépítsük a rollercoaster egyet, kijavítsuk az útvonalbeli problémákat, egy másik adás pedig azzal ment el, hogy a rollercoaster 2-t megépítsük. Úgyhogy igazából tényleg itt voltak izgalmas helyzetek és izgalmas pillanatok. De büszke vagyok erre a parkra, mert azért itt most olyan megoldásokat csináltam, amelyeket nem mindig szoktam. Tehát nem mindig szoktam ilyen szinten törni magamat, és gyakorlatilag most azt lehet mondani, hogy hát ha ezt a részt leszámítjuk, akkor gyakorlatilag a park minden részét igénybe vettem így ebben a mostani játékban. No, legyen ennyi ez a park, elnevezzük. És akkor megnézzük a következő vidám parkunkat, ami vár bennünket. Az pedig Mel's World nevezetű vidám park. Nagyon szépen dizájnolt modern járművek vannak rajta. És nézzük a küldetést, legalább 1200 vendég kell. Hát ebben nem fog beleférni olyan jellegű hiba, mint amit most csináltunk. Húha, nagyon komoly hullámvasút. Bob hullámvasút van. Van ez a... Nem tudom, minek hívjam. Van kilövőpad, az nagyon jó. Akkor van ez a nagyon modern hullámvasút, ez tényleg, és kb. Ennyi. Tehát igazából ennyit látok. Jó, ez és azért szépen, tényleg szépen kinéz, és ebből kell építenünk. Mit kapunk eleinte? Igen. Igen, van hullámvasút bőven, és van információs pult is. Jó, itt akkor tulajdonképpen annyi viszont a hátrány, hogy 5000-rel kezdjük a pénzünket, tehát sokkal kevesebb manival dolgozhatunk itt ebben a játékban. Úgyhogy talán ebben lehet rizikó, meg hát azért az 1200 vendég sem egy kevés, úgyhogy az sem lesz itt egyszerű, hogy így fogalmazzam. Úgyhogy hát nagyon várom ezt a parkot. Ez lesz a következő park, amiben most el fogunk majd mélyülni a következő adástól kezdve. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!